Sziasztok! Köszöntök mindenkit erre a kis kurta vlogról. Nem mondom meg, hogy hol vagyunk, de egy mellékutcában, egy településen. És ezt hirtelen az utcáról szúrtam ki, úgyhogy ezt most Rikárinak küldöm szeretettel ezt a vlogot. Hittek meg, telefonfülke, és nem is egy, hanem... Sőt, szerintem úgy látom, mögötte is van egy három telefonfülke. Hát sajnos bemenni nem tudok. Hát igen, kerítés. Ezen meg már most nem akarok átmászni. Is magánterületen van, de nézzétek meg. Ilyen régi telefonfülkék. Annak lehet jobban belesni. Álljatok egy kicsit, ez az. Vigyázzon a készülékre. Hát a készülék már nincs benne. Hirdetés elhelyezése tilos, és inviteles volt régebben. Nem tudom, egyáltalán van-e még. Ja, de szerintem, invitel az van még. Készülék visszahívható. Hát, na valaki esetleg megpróbálja ezt a számot fölhívni, hogy kicsöngje valahol. 27-es körzet az nem Gödöllő volt most így fejből, nem tudom, hogy az melyik település részhez tartozott, de semmi, tehát így nézek, így néz ki. És ott volt a telefon maga, ott pedig a csatlakozók. Jaj, na ez az, akkor nézzünk csak széjjel. Ja, az pedig ott egy régi ventilátornak a, úgymond a motorja, vagy a forgó része. És akkor nézzétek meg, ez is. Egyszerű tájékoztató, viszont ott is megvan a telefonszám, hát hogyha... Na, hogyha kedves nézőim közé valaki esetleg felhívta ezeket a számokat, akkor igazán egy kommentben beszámolhatna róla, hogy történt-e valami. Különleges tudakozó, belföldi tudakozó, nemzetközi tudakozó, ezek még élnek egyáltalán. Jó, mentő, tűzoltó, rendőrség szám az ugyanaz, meg a segélyhívó is, azt tudom. 112 az biztos, hogy élmény, meg a 3-jegyű segélykérő számok. Hát ennyi. És itt van magának a fülkének a talapzata, és nem tudom mennyire látszik, igyekszem, hogy megmutatni. Hát ez az. Hát de jó lenne bemenni. Nem tudom, hogy nem az az épülethez tartozik az udvar. Itt már még meg kell valaki érdeklődni. De itt van szemben egy kocsma, de úgy látom az izzában van. Hát. Ha sikerül bejutni, akkor majd még jelentétek. Meg van, volt itt egy kapu, de ez nyitva van. Közelebbre is a tőkénként. Lehet, hogy ez is egy fülke volt, csak ennek már csak a talpa van meg. Nem hiszem. Ilyen vagy, várjátok. Ja, lehet, hogy ez olyan csak fel van borítva. Ja, hát igen, itt volt a becsatlakozó, itt a falba, és akkor ott abban a kábel csatornában jött a telefon meg a 220-as kábel. Tehát a világítás meg sima neonfényről ment. Tek jó. Megvan a tájékoztató felirat is. Nem semmi. Ez nagyon érdekes. Gondolom, hogy selejtezés volt már, mert ugye egyre több ilyen telefonfülkét szüntettek meg. Mert ugye van rá valami törvényszabályozás, hogy bizonyos lélekszám fölött jusson legalább egy... Lassan már csak annyit tartanak meg amennyit kötelezően meg kell, mert drága őket fenntartani, főleg ezeket a régi fülkéket. Ugye non-stop megy benne a világítás, mert ugye ezekben nincsen kapcsoló sem, meg semmi, meg... Ugye mozgópadló sem, mert esetlegesen érzékeli, hogy van bent valaki, csak akkor kapcsolja föl. Mert meg hát maga a készülék fenntartása is, és nyilván mióta a mobiltelefonok így elterjedtek, hogy mindenkinek van a zsebében legalább egy, de lehet, hogy még több is. Így a telefonfülkék forgalma az gyakorlatilag nullára esett vissza. És ezért csak annyit tartanak fönt, amennyit kötelezően muszáj. Na, ezt jól megmondtam. De szóval én a lényeget értettétek. Én meg majd megtanulok egyszer helyesen beszélni. Na, akkor ez a kis rövid kurta vlog az ennyi lett volna. Hát már megnéztük, tényleg, hogy... Ilyet azért titkáltak, és ez tényleg spontán volt, mert egyszer csak kiszúrtam, hogy az itt van. Úgyhogy és akkor mondtam, hogy hát akkor már miért ne nézzük meg. De akkor ezt már mindjárt, és ezt a videót, ezt én Rikárdinak küldöm szeretettel, ugye múltkor nekem voltak ilyen telefonfülkés témái. Ilyen azért... közkutak meg telefonfülkét, nem majd fogok egy közkutas videót is mutatni, Rikárdi. Mert végkésen van még egy pár, és egy igaz, hogy éjszaka, de felvettem egy párat. Egy
Ha ez ennyi lett volna, akkor csüssz, sziasztok!